Köszöntelek benneteket mai rendkívüli testületi ülésünkön, külön köszöntöm a megjelent vendégeket is. A jelenlétében megalapítom, hogy határozatképesek vagyunk. Egy képviselő hiányzik, Kovács Márk, ő egy e-mailt írt, hogy nem vesz részt a mai ülésen, indok nem volt hozzá, de határozatképességünk megvan. A testületanyagot ugye megkapta mindenki. 5 napi rendi pontról szól. Kérdezem, hogy a napi rendi pontokkal egyetértetek-e? Aki igen, azt kérem, készletartása jelezze. Köszönöm, egy hangok, és akkor továbbiakban ővel folytatom. Térjünk is rá, első napi rendi pontunk, helyi választási bizottság tagjainak, pottagjainak megválasztása. Na most ugye azért volt szükség, mert volt, akik kiestek, helyi választási bizottságból tagok, nem vállalták már koruk, betegségük akármi folytán, és akkor ugye póltagokkal is fel kell tölteni a bizottságot, mert akik póltagok voltak, előléptek, és póltagokat most is kell választani. Ezt is az írásos erőterjesztést kiküdtük. Ebben kapcsolatban van-e valami kérdésetek? Nincs, mert ugye a bizottságoknak meg kell lenni az adott létszámnak, előírja a választási szabályzat, akkor azt mondanám határozati javaslatnak mindjárt, hogy Nagy Darog Nagyközség önkormányzatának képviselő testülete a 2013 évi 36. törvény 23. paragrafus alapján Lászlóné Molnár Mária Nagy Darog Damjáns utca 86, Kisgyörgy Józsefné Nagy Darog Lapka utca 16, Reimerné Csábi Zsuzsanna Nagy Darog Kossuth utca 67 szám alatti lakosokat a helyi választási bizottság tagjává, Pöröskény Lengyel Piroska Nagy Darog Vörös Marti utca 1, Balog Marian Nagy Darog Pelczer utca 8 szám alatti lakosokat a helyi választási bizottság póttagjával megválasztja. Aki így egyetért vele, azt kérem készletartása jelezze. Köszönöm, egy hangú. Következő napirendi pontunk Schneider Lóránt kérelmenek elbírálásáról szól. Ugye ebben az ügyen már többször foglalkoztunk. Most beérkezett hozzánk egy ismertett kérelem, ami az alapján jött, hogy a vízügyi hatóság hiánypótlásra szólította fel, amit 15 napon belül kell neki prezentálni, és ebben az egyik pont az volt, hogy kérem csatolni a 059-es helyrezi számú vízfolyás kezelőjének kezelői nyilatkozatát, arra vonatkozóan, hogy a fenntartási munkák elvégzését a tervezett trágyatároló akadályozza-e. Na most ebbe én még futottam egy pluszkört, amiben az építésügyi hatóság Paks tájékoztatott, megkérdeztem, hogy hol lehet kerítés. Hol van ez a papírom? Bocsánat. Még megvolt. Egy van. Hogy lehet kerítést építeni? Már útka felmerült ez a kérdés is, hogy hol lehet, meg hol nem lehet kerítés. Felolvasnám ezt az építésügyi osztálytól, amit küldtek levelet, Lazsek Balázs főjegyző aláírásával. Tehát a Nagy Darog 058/7 helyrezi számú földrészetlen sertéstelep építése kapcsán felmerült 059 helyrezi számú árok kezelői hozzájárulás ügyében tartott képviselői testületi ülésen elhangzottak alapján tájékoztatom a kerítés építésére vonatkozó szabályokról. Az országos településrendezési építési követelményekre szóló 253/1997 12.20 kormányrendelet 44. paragrafusa szabályozza az általános követelményeket az egyes bekezdése szerint. A telek határvonalain eltérő jogszabályi rendelkezési eljában kerítés létesíthető. Bekezdés szabályozza a telken belül kerítés szabályait, a telken belül az egyes külön használatú telekrészeket csak nem tömörkerítéssel vagy élősevénnyel szabad elválasztani. A kerítés az építésügyi építésfegyületi eljárásról szóló 312/2012 11.8 kormányrendelet egyes megrendelete alapján építési engedély nélkül létesíthető. Az önkormányzat tulajdonában és kezelésében lévő árakkal közös telekhatáron a sertéstelep létesítője a tulajdonossal való megegyezés szerint létesített kerítést. A kezelői feladatellátással kapcsolatban a kezelőnek joga van a kerítés létesítére vonatkozóan is kikötéseket tenni és feltételeket szabni. Ezt kaptam a Bazsek Balázs jegyző úrtól, és akkor ez alapján tettem ezt a javaslatot.
a viszfolyás kezelői nyilatkozatról, azt is elolvasnám. Schneider Lóránt 7041 nagy dolog Táncsics Mihály utca 16 ügyfél N/1182 kötőjel 5/2019 számon iktatott viszfolyás kezelői nyilatkozat kérelmére, miszerint a 058/7 helyrezi számon megépített trágyatáról akadályozza a 059 helyrezi számú viszfolyás fenntartási munkáit, az alábbi nyilatkozatot adom. A 059-es helyrezi számú árok fenntartási munkálatait abban az esetben nem akadályozza a 058/7 helyrezi számon megépített rágyatároló, annak a legközelebbi pontja az árok korona élétől minimum 3 méter távolságra van. Amennyiben az építmény valamely pontja az árok korona élétől 3 méterre belül van, akkor az akadályozza a viszfolyás fenntartási munkálatait. Tehát ez lenne a javaslatom, hogy ezt adjuk meg. És azért tettem testületi ülésen, ezt el kell mondanom az elején, mert ezt innentől fogva, hogy ez egy normál vízkezelői, egyedül is meghoztattam volna a döntést, a határozatot. De mi, hogy ez fel volt kapva ez az ügy, és foglalkoztunk vele komolyabban, azért gondoltam, hogy a testületére hozom ezt a döntéshozatalt. Én úgy érzem, hogy ez a 3 méteres kikötése minket nem akadályoz az árok vízfolyásába, kezelésébe, illetve ezt ugye múltkor is elmondtam, hogy erről adhatunk ki nyilatkozatot ellentétben 100 méteres határokkal. Itt azt is hozzátenném, hogy mindegy, hogy sertéstelep, vagy magtár épül, vagy bármilyen épül, akkor is ez a 3 métert ezt a fenntartjuk ahhoz, hogy mi tudjuk kezelni az árkot. A feljegyzés alapján az Ákos kiküdtem lecentiszte. Hol is van az a... Anya. Az előterjesztésben is benne volt, hogy mennyire van jelenleg. Tehát a megépült épület északi sarokpontja az árok korona élétől 5,5 méterre van, a déli sarokpontja 4,8 méterre az árok korona élétől. A helyszínen fényképezés készített, a helyszíni szemlálás terület tulajdonosan nem tartózkodott a helyszínen. Tehát Gárdony Ákost küldtük ki, hogy ő mérje föl, hogy mennyire van pontosan. Ugye én a múltkor azt mondtam, szemre kb. 6 méterre van, de hát most akkor 5-50-re van a pontos mérések alapján. És ezért tettem ezt a javaslatot, ezt a visszfolyás kezelői nyilatkozat kiadására. Akkor most megkérdezem a képviselőket, hogy ebben a kapcsolatban van-e valami kérdésük, hozzászólásuk, véleményük. Nekem van. Igen, lenne. Én írásban összefoglaltam egy kicsit, mert több paragrafust is megjelöltem, és képviselőtársaim előző testületi ülésen történt hozzászólásait is szeretném idézni. Ha megengeditek, akkor felolvasnám. Köszönöm a hozzászólási lehetőséget, amellyel élnék is. Minden bizonnyal az összes képviselőtársam átolvasta a harmadszor tárgyalandó beadvány miatt az ide tartozó országos kormányrendeleteket, amely alapján nagyon egyszerűen és könnyen egyértelmű testületi döntés hozható. Köszönöm a polgármester úrnak, hogy az első ilyen témában tartott ülésünkre meghívta a Paksváros önkormányzathatósági osztályvezető asszonyát, aki értékes hozzászólásaival és észrevételeivel hozzásegített minket, hogy ebben a témában végre teljesen jogos és elvárható döntést hozzunk. A videóban dr. Sátor Vera asszony 1 óra 25 percnél elmondja, hogy az országos rendeletben és a helyi építési szabályzatban meghatározott 100 méteres védőtávolság maximum 6 méteres védőtávolságig csökkenthető szakhatóságilag. Ez alapján megkerestem a vízügyi rendeleteket. A 21/2006. január 31-i kormányrendelet második paragrafus negyedik pontja kimondja, hogy a tulajdonos kérelmére a környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi felügyelőség a harmadik bekezdés B és C pontjában meghatározott méreteknél nagyobb, de legfeljebb 10 méter szélességű parti sávot is megállapíthat, ha azt a szakfeladatok ellátása feltétlenül indokolja. A hatósági osztályvezető asszony a videóban 13. percnél külön kihangsúlyozza, hogy amennyiben a kezelői feladatok ellátását érintő kérdésben kell a testületnek dönteni, akkor a kérdés az, hogy a lehetséges 6 méterre csökkentett távolsággal is el tudja-e látni az önkormányzat a kezelői feladatait. Tehát Schneider Lóránt beadványa arra irányul, hogy a kezelői munkáinkat el tudjuk-e végezni az országos rendeletben előírt partvonaltól mért
6 méter szélességű sávban, vagy esetleg kérjük a szakhatóságot, hogy részünkre a helyi adottságok alapján láss sertéstelep, trágyatároló, iszapodás, csurgaléklé, egyéb szennyező anyagok, stb. Kérünk-e 10 méteres védőtávolság megállapítást. Tehát az 5,5 méteres és a 4,8 méteres távolság mérése ilyen szempontból irányadó. S mivel csökkentik a parti sáv szélességét, így negatívan befolyásolhatják a kezelői feladataink ellátását. Mindezzel összhangban megtaláltam egy másik, ugyanilyen 6 méteres koronaéltől mért távolságot előíró rendeletet, 147/2010, április 29-i kormányrendelet, ahol az egyes számú melléklet a következőket rendeli el. Vízfolyást, belvízcsatornát légvezetékkel úgy lehet keresztezni, hogy a töltés koronán vagy a töltés mentén 6 méter széles sávon dolgozó és legfeljebb 7 méter magas munkagép akadálytalanul dolgozhasson. Megtekintettem az épülendő telep környezetét, és éppen a potenciális telep mellett keresztezi a vízfolyást egy légvezeték, amely a Vermeshegyről a szóban forgó sertéstelepet keresztezve éri el a 057-es helyrajzi számú földutat. Polgármester úr beadványát alapul véve tehát látszik, hogy az épület a minimális 6 méteres védőtávolságon belül helyezkedik el a koronaéltől, amely a fenntartási munkákat akadályozhatja, illetve az áramszolgáltató felé biztosítandó 6 méter széles partoldali bejárhatóságot is akadályozhatja. És ezért összhangban a hatósági osztályvezető asszony által elmondottakkal és az országos rendeletben leírtakkal sajnos elutasító határozatot kell, hogy kiadjunk Schneider Lóránt kérelmére. Az önkormányzat eddig is a lehető leginkább jogkövető magatartást tanúsított az ügyben, és remélem a jövőben is ezt fogja tenni. Azért, hogy az önkormányzatot sem az építető, sem a Paksi Építési Hatóság, sem más személy, aki az ügyet aggályosnak tartja, ne vonhassa felelősségre, mivel köztudott, hogy a legfontosabb szakhatósági hivatal engedélye nélkül megkezdődött a beruházás, ezért kérem Balog Attila alpolgármester úr 2019.07.22. videójában 57. percnél elhangzott véleményét támogassuk, birkózzák le a hatóságok egymással. Olyan határozati javaslatot teszek, amely mindenben megfelel az országos rendeletnek foglaltaknak, ezen kívül a hatósági osztályvezető asszony által előadott dolgokkal is szinkronban van, valamint biztosítja a nagydorogi önkormányzat jövőbeni számon kérhetőségének kizárását, mivel ez a falu és az itt élő emberek érdeke. Ahogy a polgármester úr is elmondta egy videóban Dobosi Gábor földterületével kapcsolatban, önkormányzatként az egész falu vagyonáért és annak felelős gazdálkodásáért felelünk. Ez a terület mindenkié, egy család mellett van még 1000 család a faluban, akik hátrányt szenvednének egy előnytelen döntés miatt, és ezt nem engedhetjük meg. Amennyiben ezt a véleményt képviselte a polgármester úr, a korábbiakban, és a testület is ilyen döntést hozott ezt megelőzően, akkor teljesen egyértelmű, hogy a jogilag rendelkezésünkre álló eszközökkel és a jogkövető magatartással ugyanígy járjunk el. Határozati javaslatot tennék. Nagydorog nagykörség önkormányzatának képviselőtestülete Schneider Lóránt, Nagydorog Táncsics Mihályút 16 szám alatti lakos 2019.08.18-ai kérelmét utasítsa el. A 058/7-es helyrajzi számon megépített épület és trágyatároló északi sarokpontja az árok korona éléről 5,5 méterre van, az épület déli sarokpontja 4,8 méterre található, így a rendeletekben előírt 6 méter szélességű munkaterület és biztosítandó parti sávszélesség nem áll az önkormányzat rendelkezésére a karbantartási munkálatainak elvégzéséhez. Mivel a katasztrófavédelmi főigazgatóság vízügyi hatósági előírásai alapján 100 méteres felszíni víztől mért távolságot maximálisan csak 6 méterig csökkenthetné, azt is csak nagyon indokolt esetben, ezért kérem a képviselő társaimat, hogy a polgármester úr által előterjesztett mért adatokat adjuk le a vízügyi hatóságnak, hivatalos formában is, hogy megkönnyítsük a munkájukat a szakhatósági eljárás során. Ez feladatunk és kötelességünk is, ugyanis mi már
Helyszíni szemlét tartottunk a polgármester úr elmondása és beadványa szerint, amely adatok alapján dr. Sátor Vera által is elmondott, a videóban megtekinthető 1 óra 24 percnél hibás építési engedélyezi eljárás során született építési engedélyt. Mielőbb visszavonhassa a Paksi Építésügyi Hatóság. Ezzel megakadályozva Schneider Lórán további és hiába való fáradozásait és sajnálatos költségeit. Illetve szem előtt tartva a környék lakóinak érdekeit. Ez lenne a hozzászólásom, tisztelt képviselőtársak, és úgy gondolom, még hozzáfűzném, hogyha lehetne, és ezt nem fogadjátok el, akkor hárítsuk ezt a döntést a nagydorogi lakosság által megválasztott újonnan alakuló testületnek, mert ez egy nagyon nagy horderejű döntés, és akár 50 évre csökkenthetné az itt élő emberek életminőségét, amit nem tudom, hogy ki vállalná fel ezt a felelősséget, hogy évtizedekig még a gyermekeink, az unokáink is ezt hallgassák. Ugyanis ez a telep nem fog csökkenni állományilag, hanem ez csak fejlődni fog. Köszönöm szépen, hogy meghallgattatok, és kérném, hogy az elmondottak alapján szülessen megfelelő döntés részletekről. Köszönöm a hozzászólást. Én ebbe így biztos, hogy nem merítem, hogy 6 méternek lenni kell, vagy nem kell lenni. Nem tudom, jegyző úr, hogy neked ebbe van-e valami konkrét jogi véleményed. Hozzá kell, mert kéne nézni, most így jöttem. Idéztem, pontosan kiírtam az elmondottakat. Attól még a jegyző úrnak át kell nézni. Azért nem tudok most erre nyilatkozni, mert én gyakorlati szemszögből közelítve meg, a 3 méteren bármilyen eszköz, bármilyen gép elfér, hogy mi tisztítsuk az árkot. Tehát konkrétan, célirányosan az, ami kérelem érkezett hozzánk, az a, nem megint a 100 méter, nem az épület, hanem az, hogy mi, minket befolyásolja ennek az ároknak a fenntartási, karbantartási munkálatait az épület. Azért is küldtem ki az Ákost, hogy mérje le pontosan centire, hogy mennyire van, és azért tettem ezt a javaslatot. Azért mondom, nem tudom, hogy jegyző úr, ebbe így most kapásba akkor nem tudsz nyilatkozni, hogy ez a 6 méter lehet, vagy nem lehet. Én ezt, nekem ahhoz meg kell néznem ezt a jogszabályt. Vagy most rendezzetek. Vagy egy technikuszat most megnézed, hogy erre képbe legyünk, vagy ellapoljuk ezt a döntést. Én azt gondolom, napoljuk el, nézzünk ennek alaposan utána, tudjuk, hogy nem erről a kérelemről van szó. Nagy dolog lakosságát megosztotta ez a téma. Én a Lóri esetében azt tudom elmondani, hogy kicsikora óta ismerem, tudom azt, hogy gyerekkorától fogva az önerejéből, a galambászattal, a hobbiból jutott el odáig, ahova eljutott. Én borzasztóan sajnálom őt, hogy ő ebbe a helyzetbe került, és kiadásai is feleslegesek már korábban is voltak. Azt sajnálom legjobban, hogy egy szakhatósági engedélyt úgy adtak ki, hogy nem jöttek ki helyszínre, és nem nézték meg, hogy hova. Én kiadva, ezzel a... Nincs kiadva a szakhatósági engedély. Akkor az az engedély, ami kiadásra kerül, de nem megfelelő módon. Én azt gondolom, hogy ott kellene addig a gyökérig leásni, felülvizsgáltatni, és azt követően haladni tovább, és azt követően ezt a kérelmet elbírálni. Lehet, hogy nem fér már ennek a testületnek az idejébe bele, ez elhúzódik. Viszont tényleg hozzunk olyan bölcs döntést, ami a lakosság érdeke is, ami a Lórinak is kevésbé hátráltatja, illetve kiadásait nem növeli, tehát inkább itt állítsuk meg, és találjunk egy olyan megoldást, ővele együtt konszenzusra jutva, hogy itt valóban ne épüljön meg egy ilyen nagy kaliberű állattartó telep valamilyen formában. Még én abba is belegondolok, hogy akár valamilyen kártérítéssel is lehetne gondolni, hogy támogatni őt abban, hogy ő gazdálkodik és teszi a dolgát, viszont itt ebből a hibából kifolyólag, vagy éppen ahol hivatalosan nem tették meg a megfelelő lépéseket, ő általuk kártalanítva őt. De én azt gondolom, ássunk le a mélyére. Ennek az ügynek nem lesz vége. Ez az ügy egyértelműen a lakosság kedélyeit most már igencsak felborzolta. Uton-útfélen megállítanak engem is.
találjuk meg a legjobb megoldást, menjünk el egészen addig, ahol a hibát elkövették, onnan kérjünk egy újabb felülvizsgálatot. Ez a javaslatom. Köszönöm. Köszönöm. Tehát most te azt mondod, hogy napoljuk el. Most napoljuk el, nézzünk igen. Utána mindenképpen. Vajos? Napoljuk el. Legyen idő, akkor te is látod. Jó, akkor ezt a... Mit jelent a nézzünk utána című? Ezt a 6 méteres akkor. Tehát az? Hát az egészet hát a... De hát a... Máci szavaiból nem... Mi alapján kezdődött itt el az építkezés? Erre kellett, hogy valamilyen engedélyt kapjon. Ezt tudjuk. Ezt el is mondtuk a múltkor. Hivatalos építési engedélyek építkezni, de most ez a napirend nem erre azt vonatkozik. Tudom, hogy ez a napirend nem erre vonatkozik, de azt is tudjuk, hogy mögötte ott van ez a téma. Tehát mi most ezt megadjuk, akkor Lóri viszi tovább szegény az ügyét, megy, halad, aztán újra még költségekbe veri magát, és utána jön egy bum, hogy akkor mégiscsak meg kell állítani. Tehát én azt gondolom, hogy most nézzünk utána, hogy azt, amit ő megkapott, azt valóban a hatóság megfelelő tudatába felülbírál, tehát megtekintéssel, helyszíni szemlével adta ki, vagy sem. Mert hogy valószínű, hogy ez van itt a háttérben, a korábbiakban ezt a jegyzőasszony is így nyilatkozta, illetve ezt mondta, hogy valóban ott valamilyen hiba történt, odáigássunk vissza. Kérhetünk, mi én nem tudom, jegyző úr, kérhet a fenntartó, egy ilyen kérelemmel fordulhat felülvizsgálatra, hogy az akkor kiadott vélemény, engedély, nem tudom, minek nevezzük pontosan, ennek a felülvizsgálatát kérjük. Az építési engedély az ugye jogerős, 2017, igen. Nem is tudom, mikor adták ki. Tehát annak a megsemmisítésére speciális eljárás van, azt lehet megpróbálni, de az tényleg időigényes, és utána kell nézni. Ezért irányult a kérdésem arra, hogy mit szeretnél úgymond javasolni, hogy mert természetesen ez, amit a képviselőasszony felvetett, azt én megnézem jogszabályt, de az csak egy dolog. Most a te szavaidban nem eszettem ki, hogy akkor... Én mélyebb tehát most a jegyző úrnak az volt a kérdés, hogy mennyire mélyebb. Tehát csak erre az árok kezelőire nézzük, amire a hivatkozást mondott az Ági, hogy azt nézzük meg, vagy az egészet. Az egészet nézzük meg. Vizsgáltassuk fel. Igen? Az én véleményem. Az én véleményem az, hogy nekünk, mivel a múltkor már ezt visszadobtuk a hatóságoknak, hogy nézzék meg ők, hogy mit csináltak. Mi csak azt nézzük meg, ami ránk vonatkozik, hogy az önkormányzatnak se okozzuk semmilyen hátrányt, sem a mostaninak, sem a következőnek. A bennünket érintő dolgokat, amire tőlünk kértek engedélyt, azután nézünk utána, hogy szabályosan azt hogy tudjuk megadni, vagy nem tudjuk megadni. Tehát csak a minket érintő dolgokra. A többi dolog jelen pillanatban nem érint bennünket. Értem. Én értem, hogy ez a kérelem mire vonatkozik. Erre a kérelemre, ha azt mondja a hatóság, hogy lehet, azt mondom, hogy igen. Tehát ezzel nekem nincsen gondom. A gondom azzal van, hogy a településen jelenleg két vélemény alakult ki, két tábor alakult ki. A lakosságnak valamilyen szinten úgy gondolom, hogy mint önkormányzati képviselő az érdekeit is kell nézni. Ennek értelmében, hogy itt valóban mindenki elfogadja azt a döntést, amit bölcsen meghoz az ő általuk választott képviselőtestület. Nézzünk teljesen a végére. Járjunk úgy, hogy ne kövessünk el hibát, és ne hagyjunk olyan hiba lehetőséget sem, hogy a következő testületnek kelljen. Márti, tehát én ezt javaslom. Márti, teljesen. A múltkori testületére, és amikor az a döntés született, hogy úgymond elutasítottuk a Schneider Lórend kérelmét, visszadobtuk a labdát a szakhatóságnak. Most ő megint mivel visszadobta. Nem, ő most másra nyújt. A múltkor a 100 méterre kérték. Most konkrétan az árok a vízkezelő nyilatkozatot kérték. Azt a 100 méteres már meg sem említették. Meg sem említették. Tehát most az, amit visszadobtunk labdát, azt elfogadták, hogy visszadobtuk azt a labdát, hogy az önkormányzat nem hozhat benne jogi döntést, hiszen jogkézekben önkormányzatnak nincs jogosultsága arra döntést hozni a 100 méteres távolságra megtartására a vízfolyással kapcsolatban. Nincs jogosultságunk. Ezt a múltkor megszavaztuk, ellentétben az Ági pont nem szavazta meg, de nem tudta, hogy miért nem, de a többiek megszavaztuk azt, hogy elutasítottuk a Lórinak a kérelmét. Tudom, akkor nem voltam itt.
éppen. De elutasítottuk, hogyha visszanézted, vagy nem tudom, visszanézted-e? Nem néztem vissza. Tehát az a lényege, hogy elutasítottuk a kérelmét, és így nem adtuk meg mi azt a nyilatkozatot hozzá. És ez így, ezt ő visszaküldte a katasztrófavédelem bizügyi osztályának Fehérvárra, és most a levél fordultával jött ez a másik kérésük, hogy most konkrétan a vízfolyás kezelőit kérik, és sehol nincsen szó a 100 méteres történetről, amit először előhoztak. De azt mi elutasítottuk. És ezért mondtuk, hogy visszadobtuk a labdát a szakhatóságnak, visszadobtuk. Most olyannak keresnek bennünket a vízkezelői nyilatkozattal, ami, mondom, ez, hogyha a magtár épül, nem sertésízlad, akkor is kérik. Én ezt értem, polgármester úr, hidd el, fölfogom. Jó, csak azért tisztázni akartam a dolgot. Mindannyian tudjuk, ha ki mondjuk, ha nem, hogy ez a kérelem elfogadása, illetve elutasítása, illetve bírálása nem csak erről szól. És a Lórinak sem teszünk jót azzal, ha engedjük, hogy menjen tovább egy olyan úton, ami esetleg a következő méterek után, 5 méterrel utána megint megállt parancsol. Tehát én azt gondolom, akkor vagyunk alaposak, hogyha valóban úgy segítünk rajt, hogy nézzük végig, hogy ez az építkezés, ami ott folyik, mert emögött az építkezés mögött van egy követ, tehát ez egy ok, és ebből lesz egy okozat, hogy az milyen következményekkel jár, és milyen következményeket fog akár a testületre, akár a lakosságra. Róni, én azt gondolom, hogy itt, amit jegyzőasszony is megerősített, hogy hiba történt, erre kérdezzünk rá. És utána menjen tovább. Hosszú lesz, ez biztos. Ismerem, vagy hallottam, hál' Istennek, nem vagyok a perek jártasságában bent, de biztos, hogy hosszú lesz. Ha van jogosultsága az önkormányzatnak, pont azért, mert a lakosságot képviseli, akkor járjunk utána. Ennek itt nem lesz vége. Ezt a kérelmet mi megadhatjuk, megvannak az eszközök és a módok. Én azt gondolom arra, hogy továbbiakban is más módon próbálják meg megállítani ezt a folyamatot. És inkább most tegyük meg azt, hogy megpróbálunk, leásunk, elmegyünk, megkérdezzük, és utána menjen tovább. Csak most nekünk először erre indokot kell adnunk, hogy miért nem adjuk meg a vízkezelőt. Ugyanis beérkezett egy hivatalos kérelem hozzánk, hivatalosan meg kell válaszolnunk. Elolvastam, hogy miért ne adja meg a nagy dorogi önkormányzat. Most ezt beszéltük, hogy ennek kell utána nézni a jegyző úrnak. Azt olvastam fel, mert nekünk nem elegendő ez a 3 méter, amit ti előírtatok a nehéz gépeknek. Elsőre is megértettük, amikor elmondtad. Csak a jegyző úr mondta, hogy ennek a jogszabálynak, amit beolvastam, ennek utána kell nézni, hiszen ő képviseli most itt a jogi hátszélünk a jegyző úr. Szíves, hogy azok a jogszabályok alá támasztják-e azt. Én azt gondolom, hogy hivatkozhatunk arra is, hogy aláírások történtek, mert hogy itt nem csak arról szól a dolog, hogy ezt az engedélyre igent vagy nemet mondunk, és a lakosság megnyugtatására, a Lóri további gazdálkodásának a nyugalma érdekében tegyük meg azt, hogy itt békességbe tudjanak tovább élni mind az emberek, mind pedig a Lóri a munkáját úgy tegye, mert megérdemli, mert nem segélyér jön ide, hanem saját magát fenntartja. És tényleg segítsük ezáltal elő, még hogyha most azt úgy tűnik, hogy akadályozzuk, akkor is közvetetten igenis segítsük az ő munkáját is. Én ezt gondolom. Ebből jegyző úr, mit tudom? A beadvány, amit felolvastál, vagy javaslat arról, majd kérnék akkor egy másodatot, jó? Én szerintem lesz még amúgy is alkalmunk összeülni ülésre. Ez 15 napos határidőt adott ez a végzés. Ez mikori? Na, de hát valami végző, vagy nem? Augusztus 7. Hát az már biztos. Van-e? Ma most lejárt. Hát a munkanap, ha munkanap, akkor... Ezt múltkor is elég rugalmasan vették egyébként figyelembe, meg hogy mikor töltötte le az építőmérnök a LTD-ről, stb. Nem tudom, érdekesen mérték a munkanapokat. Nem, most egyébként a határidő... Bocsáss meg, ezt kérjél szót!
Először kérjél szót. Ja, akkor szeretnék szót. Tessék. Elvileg nem munkanapban kell mérni a 15 napos határidőt a fellebbezésre. Ez naptári nap, igen. Akkor ez le is járt. De múltkor sem tartották valahogy, mert szerintem bőven, mert akkor adta be szerintem a lúr és a kérelmét, amikor már... De lehet, hogy már vége volt a határidőn. Bőven a közepén voltunk. Nem ezen fog múlni. Nem ezen. Akkor... Napoljuk ezt? Én ennek utána nézek jelzést fogok tenni, és utána egy rendkívülit akkor. Ebben az egy napi rendi ponta. Egy pillanat, szerintem adjuk szólt akkor a vendégeinknek. Én csak egyet szeretnék hozzáfűzni. Ugye itt az első ilyen témával tartott ülésen a Sátor Vera jegyzőasszony. Volt jegyző, hatósági osztályvezető asszony elmondta, hogy ugye a hibáson volt megfogalmazva a Lórinak az első kérelme, mert ott a 100 méteres védőtávolság csökkentéséhez kérte a kezelői hozzájárulást az önkormányzattól. Ezt értelemszerűen jogkör hiányában ezt el kell utasítani, ez egyértelmű. Viszont elmondta, amikor te ezt felvetetted, hogy a kezelői hozzájáruláshoz kellene itt tulajdonképpen ezt az egészet megbeszélni, akkor a kezelői hozzájárulás esetében arról beszélgetünk, és ezt ő kristálytisztán elmondta, hogyha a helyi adottságokat vesszük, mint a nagydorogi önkormányzat, aki a vízpartnak a kezelője, arról tud nyilatkozni a helyi önkormányzat, hogy a 6 méterig lecsökkentett, ha a legmagasabb csökkentés értéket vesszük, ami 6 méter a vízparttól, vagy az áróparttól, ez 6 méter. Azon a 6 méteren elfér az önkormányzat, vagy nem fér el? Ez a kérdés. És most a beadványt ilyen témában is tették meg, tehát a kérdés is szerintem kristálytiszta, hogy a kezelői feladatainkat, vagy az önkormányzatnak a kezelői feladatait befolyásolja negatívan, hogyha 6 méterre van az a telep a parttól, vagy kérünk-e többet, mert ugye a 4-es pont szerint kimondható, hogy a fenntartó kérelmére 10 méter is kérhető. De ez ugye senki nem tudja, hogy milyen lesz a telep, most mi alapján, mondjuk most se tudjuk mondani, hogy a 6 méter elég, mert az elmúlt lehet 20 évben nem volt ott egy forgókotró gép, meg egy két ifa billencs, aki elhordta volna az iszapot a patakból. Tehát ilyen nem volt. Ez egy igazából teoretikus kérdés, hogy élünk-e a 6 méterünkkel, ami jár, vagy kérünk-e 10-et? Tehát itt erről van szó. Ez az egy kérdés van. Ez a hatósági osztályvezető azt mondja... Ez az egy kérdés van, mert én meg 3 métert írtam. Gyakorlatilag. Hát csak ugye előírtnál kevesebbet. Jó, nem tudom, hogy mennyivel előírva, én 3 métert írtam a javaslatomba gyakorlati szemben. Így van. Tehát, mert egy 2,5 méteres sávba elférnek a kamionok is. Előre, fele, 3 méteren el lehet férni. Tehát, ha nem kell megfordulni. 2,5 méteres sávba elfér a kamion is. Ha nem kell megfordulni, tehát, akkor el. Ha nem lesz iszapos, csurgalékos, eróziós, mondom, tehát, nem kell letalpalni azzal a GCB-vel. A 6 méteres részemről még nem biztos. Így van, 3 méteren, tehát előrefele egy irányba 3 méteren el lehet menni. Ugye itt a másik, ami a másik ugyanilyen ide tartozó és sajnálatos módon érinti a telepet, a felső légkábel. A felső légkábelnél ki van írva a rendeletbe, hogy a fenntartónak biztosítani kell az áramszolgáltatónak, mert megnéztem, hogy pontosan vezeték joga és szolgálmi joga is van a dél-dunántúli áramszolgáltatónak, tehát ide szól a dél-dunántúli államszolgáltató, hogy jövök be egy 580-as géppel, akkor ott el kell férnie. És nem leesni az árokba, hanem mert ott van a villanyoszlop a Lóri telepének a végétől 30 méterre, maximum 40-re. Én úgy gondolom, hogy ha a vízügyi hatóságot kihagyták, valószínűleg, ha ez ott volt, ez a vezetőjog be volt jegyezve a telekre, akkor az építési osztály az EON-t megkérdezte, amikor kiadta az engedélyt, én úgy gondolom. És ez a 6 méter, ezt biztosított is addig, amíg nem került 480-ra, az általatok mért adatok alapján a partvonaltól az a telep. Mert itt, ha 6 méterrel lenne, akkor nem lenne miről beszélni. Mert a 6 méter az a minimumra csökkenthető, hogy a vízügyi igazgatóság, a katasztrófavédelmi osztálynak a vízügyi igazgatóság ezt a szakhatósági hozzájárulást megadja a telephez, hogy oké, akkor már így történt, meg hibás, meg minden segítünk, 6 méterre levisszük. De hoppá, hát 480-ra van a telep. Jó, mondom, tehát én ennyit tudok, tehát ezt, amit most elmondtad, csak összefoglaltad, amit eddig szó volt. Én azt tudom akkor javasolni, hogy rövid időn belül kell ezt a következő ülést megtartanunk. Ebben az egy napi rendi ponta, hogy ez a 6 méter él, vagy nem él, vagy mint él. Jó, jegyző úr, tehát akkor erre tennék javaslatot, hogy akkor ezt a határozati javaslatot halasszuk el, de
záros határidőn belül kell egy ülést hozni, hogy tudjunk hivatalból válaszolni. Ugye ez a 6 méterre kapcsolatban, jó? Harmadikától szabadságomban vagyok 8-áig, és mindenféleképpen szeretnék itt lenni. Előttem megköszönöm. Harmadik a szerdán. Ked. Azt mondja, hogy legkésőbb. Naptár, harmadik az ked. Legkésőbb hétfőn, de szerintem az tartotta, nem? Nekem jó lehet a hétfő. Ki hogy dolgozik? Már a Lajos kérd, mert ő műszakban dolgozik, azért kérdezem. Hétfő lehet testületi? Hétfő. Akkor most állapodjunk meg a hétfő hány órába? Délután. Nekem mindegy. Délután, mert reggel tanulnyitó van meg, ez azért mondom, hogy ugyanúgy fél négy hétfőn. Akkor már most megállapodtunk, hogy itt szóbari meghívások, megvan a hívva a képviselők. Ebben ez egy napi rendi ponta, aminek a jegyző úr utána néz, és akkor tájékoztat benneket, hogy a jogszabályok mit mondanak erről. Ezt kéri az Ágnes által felolvasott másolatát. Jó? Tehát akkor ezt az ülés után legyetek szívesek másolatokra, és akkor adjátok át a jegyző úrnak. Jó? Aki így egyetért fel, hogy ezt a napi rendi pontot elhalasszuk, és ezt hétfőn délután fél négykor újra megtárgyaljuk, a jegyző utána néz ennek a felolvasott kormányrendeletenek paragrafusnak, ez alapján, azt kérem készfeltartásra jelezze. Egyhangú, köszönöm, akkor megyünk tovább a következő napi rendi pontra. Bocsánat, jó. Jó, akkor folytatnánk a ülést. A hármas számú napi rendi pontunk. Szociális ellátásokról szóló 1/2015 második 13 önkormányzati rendelet módosítása. Itt is megkaptátok az előterjesztést. Ugye a múltkor módosítottuk már egyszer a szociális rendeletünket abban, hogy a nagydorogi intézménybe járó, nagydorogi általános iskolába, óvodába, bölcsődébe járó tanulnak adjunk egy egyszeri 10.000 forintos iskolakezdési támogatást. Ugye akkor volt egy javaslat az Ágnes részéről arról, hogy a középiskolásokban is, ugye abban maradtunk a végén, hogy akkor a főiskolás és az egyetemisták nem, hiszen őnekik van más pályázati lehetőségük, hogy egészítsük ki ebben. Mivel, hogy ugye pontos számot nem tudunk, hogy ez mennyi az összeg, tehát összeget nem tudok meghatározni most jelen pillanatban. Ugye itt azt írtuk, hogy a támogatásban részvevő tanulói jogviszonyát legkésőbb december 10-ig az önkormányzat felé igazolja. Utána tudunk csak összeget meghatározni, hogy ez hány személy lesz, aki jelentkezik erre a támogatási formára. Feltételesen kellene még egy olyan rábólintós döntést hozni, hogy a szociális kereten kívül, mert ez nem lesz elég rá, nem tudom, hogy mennyi lesz ez a szám, hogy az önkormányzati tartalékból ezt ki lehessen fizetni. Mert valószínű, hogy nem lesz rá elég a szociális keret, mert ugye amit számoltam, az körülbelül majdnem elvitte a szociális keretet, a számolások alapján, ami még vissza van az évre kifizetendő, hogy egy feltételes, nem tudom, de ezt hogyan megfogalmazzuk, vagy ez csak egy rábólításos, hogy mert nem tudunk összeget mondani. Tehát kell csoportosítani. A tartalék keretből annyit, hogy ezt le tudjuk fedni. Mert nem tudjuk a számokat, mert ez lehet 100, lehet 200. Nem tudjuk, hogy abszolút nincsen róla kimutatásunk. És illetve azt szeretném még abba kiegészíteni ezt a jegyző úrnak, hogy aki szeptember 10-ig az önkormányzat felé nem igazolja, az jogvesztő legyen. Az benne van. Jó, utána benne vagy, csak itt ezt a bekezdésbe, itt nincs benne. Ugyanúgy jogvesztő. Akkor jogvesztő lesz, hogyha nem adja be. Tehát erre is hívjuk fel mindenkinek a figyelmét, hogy aki szeptember 10-ig az önkormányzat felé nem igazolja az iskolabálás, az iskolászi jogviszonyát, az jogvesztő lesz. Magyarul nem kaphat. Jogvesztő lesz, mert ezt nem lehet lekövetni, hogy egész évben valaki bejön, ezt egyszerűen nem lehet követni. Jó, tehát ebbe egész, tehát úgy mondom akkor, hogy mi módosulna a rendeletbe. Az önkormányzat az egyes bekezdésben foglalt indokokkal, óvodaszállási igazságszolgáltatási támogatásban részesít azon nagy dologon állandó lakhelyre rendelkező nappali tagozatos középfokú tanulmányokat folytató diákokat. A támogatás feltétele, hogy a támogatásban részesülő a tanulói jogviszonyát legkésőbb 2019. szeptember 10-ig az önkormányzat felé igazolja. Aki ezt az igazolást megteszi, az megkapja ezt a
10.000 forintos támogatást. Ebben kapcsolatban valami kérdés, hozzászólás, javaslat, akkor az elhangzottak alapján el tudjátok fogadni ezt a rendeletmódosítást, aki igen, azt kérem készfeltartás jelezze. Köszönöm, egyhangú. Négyes számú napi rendi pontunk. Nagydörög Nagyközség önkormányzata képviselő testületének 19. augusztus 20-án megtartandó rendkívülésen 4. napirendi pontjához törvényességi felhívás. Daniáról egy pár gondolatot. A Tóna-megyei kormányhivatal átvizsgálta a helyi önkormányzatoknak a választásra való tekintettel a szervezeti és működési szabályzatát, és kifejezetten az alakuló ülésre vonatkozó rendelkezéseket nézte át, és erre vonatkozóak tett javaslatot, hogy a mi SMS-ünk tartalmaz egy olyan, most már így utólag nem tudjuk, hogy került bele egy olyan fogalmat, hogy alakuló ülés szak, ilyen nincsen. Ehelyett ezt törölni kell, és ehelyett azt kell tartalmazni úgy hivatalos, úgy szabályos, hogy a választás eredménye, amikor jogerőre emelkedik, azt követő 15 napon belül meg kell alakulni a képviselőtestületnek. Tehát semmilyen ülésszak, meg ilyen fogalom nem szerepelt benne, ennyi az össz. És emiatt ugye a következő napi rendi pont, hogy a rendeletet módosítani kell, hogy ezzel. Mert ez két külön napi rendi pontban van, bent, csak most a jegyzőre egy befoglalta össze. Az első a törvényességi felhívásnak az elfogadása. A másik pedig maga a rendelet módosítás része. Ebben kapcsolatban van-e kérdés? Nincs, tehát akkor határozati javaslat. Törvénységi felhívás Nagydörög Nagyközség önkormányzatának képviselő testülete az önkormányzat 4/2009 3.30 önkormányzati rendeletére vonatkozó Tóna-megyei kormányhivatal TOB 22/544 /1/2019 számú törvényességi felhívását tudomásul veszi, és felkéri a polgármestert a rendelet módosításának elkészítésére. Aki ezt a határozati javaslatot el tudja fogadni, ezt kérem készletetésre jelezze. Köszönöm. Egyhangú. És akkor ehhez kapcsolódik a 5-ös számú napirendi pontunk. SMS módosítása. Tóna-megyei kormányhivatal törvénységi felhívása alapján elkészült a rendelet módosítási tervezet. A javaslat szerint szükséges mértékben változtatjuk csak a rendeletünkön. Javaslom a rendelet az előterjesztés szerint fogadjuk el. Tehát amit a jegyző úr elmondott, hogy ez a mondat kell be képviselőtestület a választási eredményének jogerőssé válását követő 15 napon belül alakuló ülést tart, tehát magyarul fel kell állni a következő testületnek. Aki ezt a rendeletmódosítást el tudja fogadni, azt kérem készfeltartásra jelezze. Köszönöm, egyhangú. Akkor az ülést bezárom, köszönöm a részvételt.